fejlesztési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. Erről tanácskoztak szerdán Bálthaszéken a Városházán. A fórumra meghívták a gondozási központ és a helyi oktatási intézmények vezetőit, képviselőit, hiszen többnyire ők vannak kapcsolatban azokkal az emberekkel, gyerekekkel, családokkal, akik részt vehetnek a helyi esélyegyenlőségi programban. Az ő helyzetüket átgondolva, megismerve, átbeszélve próbálunk olyan célkitűzéseket, terveket készíteni, ami előre mozdíthatja azt, hogy az ő életük is jobbá válhasson, vagy könnyebbé válhasson. Többnyire mentális és anyagi segítséget, támogatást is tudnak nyújtani annak, aki változást szeretne elérni az életében, de egyedül képtelen rá. Azért hívták össze most ezt a fórumot, hogy az elmúlt 2 év eseményeit és a jelenlegi gazdasági helyzetet is figyelembe véve módosítsanak a helyi esélyegyenlőségi programon. Az intézkedési terv az, amit ilyenkor átbeszélünk. Megnevezzük a feladatokat, megnézzük, hogy milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a feladatokat megvalósítsuk, határidőt tűzünk ki, és akkor végül is ez az alapja annak, ahogy ezt a programot működtetni tudjuk együtt. Az új HEP azonban csak akkor lép majd életbe, ha azt a város képviselőtestülete is megszavazta. Erre leghamarabb november végén kerülhet sor.